Nem változott a tabella élmezőnye a hetedik fordulót követően a megyei első osztályban. A Balkány 5 1 győzött a Tiszavasvári ellen, a Nagyecset 2 1 re verte a szakóit, a Rakamaz 1-1-es egy döntetent játszott a Baktoló rendházával, a Nagyhalász a Gyulaházát múlt a felül 6 1 -re. A Tuzsér vásáros naményból távozott 3 0 sikerrel, a Máté Szarka pedig Nyírgyulajban nyert 2 0 -ra. A Fehér Mándok találkozó 1-1-es egy döntetlennel zárult, a Sényű pedig az Ibrányt verte 4-3-ra. Megszereztük a vezetés szerencsére a mérkőzés elején, de egy abszolút figyelmetlenségből, rögtön a középkezdésből egyenlített is az Ibrányi csapat. Pár percig később szintén vezetést szereztünk, és megint a figyelmetlenségnek köszönhetően egyenlített az Ibrányi alakulat, majd még a félidő előtt megszerezték a vezetést is, úgyhogy a szünetbe 3-2-es hátrányba mentünk be. Ám sikerült a második félidőben megfordítani a meccset, és végül 4-3-ra mi győzedelmeskedtünk. A tabella élén a 19 pontos Balkány áll, megelőzve a 18 pontos Nagyecsedet és a 15 pontos Tiszavasvárit. A rakamaznak és a nagyhalásznak egyaránt 14 pontja van, őket követi a 13 pontos Sényő. A seveghajtó szakói még nem szerzett pontot. A nyolcadik forduló párosítása a következő, Tuzsér -Fehér gyarmat, Tiszavasvári Nyírgyulaj, Máté Szalka Ibrány, Mándok Balkány, Nagyhalász Sényő, Gyulaháza Nagyecsed, Szakói Baktalórendháza és Rakamaz vásáros Vásárosnamény.